A Rizz Levente Sport és Rendezvényközpont november 9-én megtelt sportolni vágyókkal és az egészséges életmód iránt elkötelezett látogatókkal. A második B-Live Sportnap és Expo színes, egésznapos programmal fogadta a megjelenteket, akik számos sportfoglalkozáson és előadáson vehettek részt a testmozgás és az egészségtudatos életmód népszerűsítésének jegyében. Canik Balázs, az esemény főszervezője kiemelte, a rendezvényt azért hozták ismételten létre, hogy minél több ember rátalálhasson a mozgás örömére, valamint a közösségi sportolás pozitív hatásaira is. Nagyon fontosan tartom azt, hogy ha valaki mondjuk sportolásba vagy akár diétába kezdene, előtte mindenféleképpen megfelelőképpen tájékozódjon, hogy milyen az a mozgásforma, amit ő hosszú távon tud végezni, nem pedig csak egy-egy alkalommal vagy egy-egy hónapig, hanem tényleg hosszú távon tudja végezni, ezért is van több orratípus, hogy mindenki tudja választani azt, hogy hozzá melyik áll a legközelebb. Illetve ami nagyon fontos, hogyha valaki szerintem mozogni fog, akkor váltson életmódot. És az életmódváltásban nagyon sokan nem tudják, hogy merre induljanak el. Ezért is hívtam szakértőket, dietetikusokat, ezért hívtam ki egy csomó partnert, hogy mindenki tudjon tájékozódni, és a lehető legjobb vonalon tudjanak elindulni. Danada Judit, a Rizz Levente Sport és Rendezvényközpont vezetője kitért rá. Az intézmény kiemelten fontosnak tartja a helyi közösség támogatását. Ezért gyakran szervez a mostanihoz hasonló ingyenesen látogatható rendezvényeket a 17. kerületi lakosok számára. A második B-Live Sportnap és Expo keretében szintén térítésmentesen vehettek részt a programokon az érdeklődők, akik akár a létesítményben elhelyezett mászófalat is kipróbálhatták. Ez a B-Life sorozat, ez a városlakóknak, mert nagyon sok városlakót, belső kerületből jövőket is ide csábítunk, nem ingyenes, de mi azzal készülünk, és azt vállaltuk a tulajdonos önkormányzattal, hogy ebben az évben a 17. kerületieknek ingyenes a program, tehát ők a lakcímkártya felmutatásával megérkezhettek. Kármán Sándor, az RSL sportrészlegének felelőse hangsúlyozta, hogy a mászófalnál minden szükséges felszerelést, például sisakot és hevedert, az intézmény biztosít a sportolni vágyók számára. Továbbá valamennyi résztvevő tevékenységét dokumentálják, és kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. A mászás során képzett segítők kezelik a köteleket, amely feladatot baleset megelőzési okokból nem adhatják át a látogatóknak. 12,5 méter ez a mászófal, ez az úgynevezett köteles vagy elölmászás, amit itt lehet végezni, illetve egészen a kezdőktől a, mondjuk úgy, hogy a haladókig kerültek most kiépítése pályák, úgyhogy minden nehézségi szinten lehet próbálkozni. A sportnappal kapcsolatban bővebb összefoglalót nézőink a december 2-ai Fitmix című magazin műsorunkban láthatnak majd.